Sipos Gyula a vendégem, Isten hozott a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Hoztál egy könyvet. 21. század, Isten évszázada. Aztán van alcím is, de most kezdjük innen. Hát miért? A 20. század kinek az évszázada volt? Igen, hát ez egy ilyen reménykeltő könyv szeretett volna lenni, egy ilyen biztató könyv, és az elején van ez a történet még 13. Leó pápáról, akkor ugye a 1800-as évek végén és az 1900-as évek elején volt pápa, és akkor a történet arról szól, hogy egyszer szedmise végén egy hirtelen megállt, és akkor ugye nem szólalt meg, némán ment ki, nem tudták, hogy mi van vele, és akkor kiderült, hogy látott egy ilyen látomást, és a látomás szerint ott az Isten vagy Jézus beszélgetett az ördöggel, és akkor az azt mondta neki, hogy adnál nekem 20, vagy adnál nekem 100 évet, akkor mindenkit a magam pártjára állítanák. És akkor Isten azt mondta, hogy melyik 100 évet választod, és mondta, hogy a 20. századot. És akkor, hogy hát a 20. század az valóban egy elég ilyen ördögi század volt, ugye bejött a kommunizmus, két világháború, szexuális forradalom, atombombától kezdve egy csomó minden dolog, ami elkezdett ráterülődni a világra, és akkor ugye felteszem a kérdést, hogy de győzött-e a sátán, ugye? Hogy nem győzött. Mert akkor már nem lenne a világ, akkor felrobbant volna minden, de nem győzött, és hogyha a 20. század az ördögé volt, akkor a 21. század pedig az Istené. Ami ugye nem feltétlenül 2000-ben kezdődik, hiszen már ugye a kommunista rendszernek a felbomlása, és a sok mindenről lehetne még mondani, ami reménykeltő jel, ahogy a Szűzanya mondta Fatimában, hogy a szeplőtelen szívem végül győzni fog, ajánljátok föl a szívemnek Oroszországot, és akkor megtér, ha nem elterjesztik tévtelenet a világot, de szeplőtelen szívem végül győzni. És akkor ebből kiindulva gondoltam én arra, hogy akkor beszéljünk erről, hogy itt van 100 évünk arra, hogy mindaz, amit az Isten megígért nekünk, és mindaz, amiről szólnak jövendőlések, meg ami bele van írva a szívünkben, az valóra váltható. Ez nyilván rajtunk is múlik, meg az Isten kérdő, hogy akkor hajrá. De hát én megértem, hogy derülátóan állsz a dolgokhoz, hiszen a feltámadás fényében beszélgetünk, most Igen. Volt húsvét, hát persze, hogy úgyis az egész világ az Isten kezében van. És mégis én úgy érzem, hogy itt a 21. század elején hát egyáltalán nem mindig tűnik úgy, hogy ez az Isten évszázada lesz. Tehát, mintha folytatódnának az egészen elképesztő gondolkodásmódnak a terjedése. Úgy, hogyha nem értesz egyet, akkor már rád van sütve, hogy milyen kirekesztő vagy, nem vagy elég toleráns, és tehát mire alapozod akkor a derülátásodat? Hát egyrészt, hogy a Szentírás azt mondja, amikor az Isten közeledik, akkor a sötétség van körülötte, villámlás, mert hogy éppen az történik, hogy amikor Isten közeledik, és az ő világossága jön, akkor azok a nagy struktúrák, amit a világ egy kicsit a gonosz lélek ihletés alatt is létrehozott, az elkezd recsegni, ropogni, és elkezd összeomlani. És ennek az összeomlásnak vagyunk a tanúi, másrészt pedig az újjáépítésnek. Tehát nem az történik, hogy akkor most azért lesz minden happy, mert jön az Isten, és akkor jaj, de jó, végre mindenki megkapja a kenyeret meg a bort, hanem az történik, hogy szabaddá válunk arra, hogy megtehessük mindazt, amire az Isten hív minket. Tehát, mondjuk a Magyarországon, vagy Közép-Európában is, amikor összeomlott a kommunista rendszer, emberek szabaddá váltak arra, hogy kövessék Istennek az akaratát. És nem is lehet ledagadni, hogy volt egy nagy megújulás, ami a 80-as évek végén elkezdődik, és a 90-es évek elején, és akkor karizmatikus megújulás, protestáns gyülekezetek, mindenki, nagy lelkesedés, csak hát ez kiderült, hogy az embereknek a szívében mi van, hogy az embereknek szívében nem annyira az volt, hogy Istent akarjuk követni, hanem az ott, hát akkor mégis inkább pénzt akarunk, meg gazdag akarunk lenni, meg akkor pártokat akarunk, és akkor civakodni akarunk, és tehát hogy elkezd az Isten bevilágítani, és egészen addig, amíg meg nem értjük, hogy mi van a szívünkben, és mi van körülöttünk, addig egyre inkább megyünk lentebb, hogy végre rádöbbenjünk. És ugye most ebben az állapotban van a világ, hogy mindazt, amit az elmúlt évtizedekben, meg évszázadokban ráterhelődött erre az egész teremtett világra, az most, hogy mondjam, kezd a fejünkre omlani. És
rá kell, hogy döbbenjünk, hogy hát nincs mese, vagy visszatérünk Istenhez, vagy még lejjebb kerülünk. Tehát ez egy hallatlanul nagy dolog, hogy ez végre megtörténhet, és tudom, ezért, hogy rajtunk múlik, hogy akkor most mi történik, akár itt most a Covid-járványnál, vagy összes többinél, hogy hogyan válaszolunk rá, hogy ettől függ, hogy az Isten adja a kegyelmet, hogy képesek vagyunk ezt elfogadni, képesek vagyunk ennek szellemben cselekedni, vagy még mindig akarjuk a régit, még mindig a régi megrögzött világi megoldásokban keresünk a megoldást. Hát ugye még csak 20 év telt el, 21 év még van, 79 hátra. Tehát én hiszem, hogy előbb-utóbb rádöbbenünk, vagy rákényszerülünk arra, de a Szentírás is erről beszél. Ugyan térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, forduljatok vissza. Az Ószövetség és a választott nép története ugye elénk tárja, hogy Isten, amikor belép a történelembe, hogyan munkálkodik, és most ugyanezt a belépést éljük meg. És lehet, hogy most ezt emberek ezt egy ilyen fájdalmasan élik meg, hogy hát minden egyre rosszabb lett. Igen, de most végre egyrészt rádöbbenhetünk, hogy rosszabb, és hogy válaszolhatunk erre. És hogy Isten pedig ezt a reményt adja nekünk, hogy lehetséges ezt másképp csinálni. Hogy van? Az alcíme a könyvnek, ugye 21. század Isten évszázada, Magyarország átvilágítása. Igen. Kicsit áttekinted a dolgokat, hogy hogyan is állunk itt Magyarországon? Ezt jelenti az átvilágítás? Igen, hát ugye áttekinteni, ez egy nagyon nagy szó, nem vagyok én annyira okos ember, meg nincs mögöttem egy 20 fős nagy szociológiai, meg nem tudom milyen. Én amit olvasok meg, amit látok meg, amit tanulmányokban megjelenik, arról kicsit inkább ilyen eszészerűen, hogy hát akkor milyen állapotban is van a mi hazánk, akár politikailag, kulturálisan, az a nagy problémák, amik vannak a hazánkban, az előregedéssel kapcsolatban, a cigányság kapcsolatban, vagy a gazdasági érzékekkel, arra ugyan mi milyen választ adtunk. És ezek a válaszok jók-e, vagy nem jók? Vagy részben jók, ebben tovább kell lépni, egy picit inkább ilyen lelkiismeretnyitogató, vagy profétai akar lenni, nem akarom ezt a szót nagyon használni, mert nem akarom, hogy félrejtsék az emberek, vagy azt mondja, na most megint jön valaki, aki profétál, mert vannak elegen, ahogy ezt megcsinálják, de hogy az lenne a jó, hogyha ráébrednénk erre, most azt látom egyébként, hogy hihetetlen ellenállás van ezzel kapcsolatban, tehát ha elkezdi az ember kimondani, hogy milyen is a mi állapotunk valójában, akkor ettől nem szeretik ezt hallani az emberek. Nem tehát szeretik. Magyarul földbe dugjuk, a homokba dugjuk a fejünket. Igen, igen, mert ez veszélyezteti az identitásunkat, a meggyőződésünket, a biztonságérzetünket, a komfortzónánkat, ki kell lépni belőle. Hát most is ezt éljük meg a járvány kapcsán is, és a mi egyházunk, meg az egész vallásos világ is, hogy tudod, hogy hogyan reagáltunk mi erre a az egész járványra, hogy valóban egy hívő választottunk erre, vagy inkább egy ilyen félelemmel teli, szorongással teli választottunk rá. Tehát, hogy a Törökbántonnal élek, ott van a kis pestis kápolna, ugye 1700-as évek elején, amikor jött a pestis, akkor a drága törökbánti hívők, azok ugye közösen összejöttek, imádkoztak, és akkor felajánlást tettek, hogyha a törökbántot elkerüli a pestis, akkor kápolnát építenek. Elkerült a pestis, a kápolna megépült. Ugye most meg nem mondom, hogy nincsenek nagyon jó kezdeményezések, nincsenek nagyon buzgó hívő emberek, akik imádkoznak és bátorítanak, és nem is arról szól a dolog, hogy akkor most ne hordjunk maszkot, vagy ne tartsunk távolságot, de mégis lehet, hogyha az egyház vette volna a bátorságot, hogy azt, amit az eukarisztikus kongresszus imájában 3 éven keresztül imádkoztatott velünk, hogy te vagy a mi orvosságunk, te vagy a mi bátorítónk, hogy akkor azt mondja, emberek, hát akkor térdre imára, és kérjük Istennek a kegyelmét, és imádkozzunk, és te persze betartva a szolgálati szabályzatot, de gyertek a templomba, és vegyétek magatokhoz Krisztust, mert ő a mi segítség. Lehet, hogy legalább más lelkiállapotban lettünk volna, de hiszem egyébként, ugye mi gyógyító összetelelést tartunk, én hiszem, hogy Isten fizikai és lelki gyógyulást is megad, és bátorítást. Ugye egyelőre nem látom, hogy ennyire hitre jutottunk volna, de ettől még lesz eukarisztikus kongresszus, ami egy óriási kegyelem, most meg az a kérdés, hogy ezt mi hogyan éljük meg? Tehát meg tudjuk-e ezt úgy élni, mint egy hatalmas kegyelmi robbanást, majd jön a pápa is. Vagy hát ez is egyike lesz a rendezvényeknek, amik vannak, és aztán elmennek, és nyilván lesz hatása, és rengeteg embernek a munkája van benne. Na. Igen, meg bennem mindig az a kérdés motoszkál, hogy vajon
ez a járványhelyzet a saját látásmódomat megváltoztatja-e az élet egészét illetően? Nem. Tehát nem csak a földi szakaszt, hanem elkezdek-e olyan szempontból élni még ebben a szakaszban, aminek azért tudom, hogy ott van az örök élet távlata. Igen. Mert akkor azért az, igen. az sok helyet megváltoztat. Hát már megszabadulnánk a szorongástól, a haláltól való félelemtől, vagy ha nem is teljesen szorong, mert emberből vagyunk, törékenyek vagyunk, küszködünk, lelkisebbeink vannak, de mégis lenne egy távlat annak, hogy hát mi történet velem, ha meghalok. Ugye ez a hitnek a pillanata, hogy amikor jön a probléma, akkor visszahúzódok az én sáncaim mögé, ahol még biztonságban érzem magam, hogy előre vetem magam a hit világába, abban a bizalomban, hogy igen, az Isten van és szeret engem, és ő tudja, hogy mi a megoldás, és az a megoldás az én rendelkezésemre is áll. Nem azért, hogy én majd valami májikus módon belekényszerítem az Isten, de mégis egy párbeszédben vagyok vele. Tehát én elképzelem Jézust, amikor tanítja a mi atyánkot a tanítványoknak, hogy mondjuk, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akarod, és azért, hogy lerángatja a mennyek országát a földre, le akarja húzni teljesen, hogy az a kegyelem, az a békesség, az öröm, az itt legyen, ez, hogy megtapasztalassák az emberek, és ezen kérlek mindent megtesz, gyógyít, szabadít, prédikál, éjt-nappal át éve imádkozik, és hát elvállalja még a kereszthalált is. Tehát és akkor ezzel összevetjük azt, hogy mit csinálunk, tehát van hova előre menni. Van. És akkor ez a könyv, ez az Isten évszázada című kis könyv, ez csak a helyzetet írja le, vagy ebben próbálsz azért egy-két útmutatást is adni, hogy hogyan tudnánk akkor előrelépni. Igen, hát én gátlástalan vagyok. Uh-huh. Igen, tehát van egy úgy is, hogy szeretett földje szolgálat, mert hiszük, hogy Isten országa, mint a szeretett földje itt lehet közöttünk, és ennek érdekében csinálunk aztán mindenféle missziós utakat, meg alkotóközösség, meg minden, és hát nyilván ugye, hát visszatérés az Istenhez, visszatérés az emberek szeretetéhez, és hogy az, hogy mindenki a maga helyén azt a kicsi jót, amit meg tud tenni, azt megteszi, az már nagy nagy dolog. Nem szabad lekicsinyelni ezeket a kis dolgokat, mert mindig a mustármagból lesz valami. Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Arra lehet építeni. Elkezdek valamit csinálni, akkor nyilván jönnek a kísértések, meg jönnek Istennek a próbatétele is, hogy na, te tényleg ezt valóban hiszed, ebben tényleg ott van, ugye, bejött egy Csabához, elvisznek egy gyereket, azt ő ugye éppen akkor hallja az evangéliumot, aki a legkisebbek közül lehet befogad, engem fogad be, hát jó, akkor nincs mit tenni, akkor az egyet beviszik, de mit fog szólni a püspököm? Aztán jön még egy, aztán jön, és ebből kialakul valami, mert abban a kicsiben hűség, és akkor lehetne ezt most mondani egy csomó mindenre, hogy Emmanuel a közösségre, hogy rögtön bedicsérjek, de hát rengeteg mindenkire, és azt gondolom, hogy mi is ezt csináljuk, és az elmúlt 30 év, amit én ott élek Törökbálinton, megtapasztalhattuk meg ebben a misszióban Istennek a válaszait. Ezen emberek épülnek, közösségek épülnek föl, kápolna keletkezik, vagy közösségi ház, alkotó embereknek a munkája kibontakozik. Nincs nagy dolog, amivel dicsekedhetnék, de hiszem, hogy ez a látásmód, amit én hiszek, hogy hazánk és az egész világ persze a szeretet földje lehet, és az Isten a Kárpát-medencét egy ilyen kegyelmi kehelynek szánja, ahonnan a kegyelem kiáradhat az egész világra, hogy ez egy lehetőség, ez egy valóság. És persze, hát bűnbánattal kell kezdeni, és magunkon kell elkezdeni. Tehát nem nézhetem a másik szemében a szálkát, mert úgy be van gerendázva a szemem, hogy már azon a kis résen keresztül a másik szálkát is milyen nagynak, hanem ott kellene most akkor újra elkezdenünk az átvilágítást, hogy így nem beszélhetek más emberek, hogy mit jelent a közéletben kereszténynek lenni. Biztos, hogy teljesen jól csináljuk mi ezt a politikai keresztény. Mit jelent a kulturális életben kereszténynek lenni? Mit jelent az emberi életnek a védelme, és akkor hogyan is állok? Mit jelent a másik embernek a tisztelete, mondjuk a cigányokkal szemben, vagy az összes. És akkor ebből lesz valami, mint hogy nálunk is azért lett egy-két dolog, de hát már csak 9 millió embernek kell megmozdulni, és akkor minden rendben lesz. De hát miért ne? Így van. És mindenki kezdje magán. Hát igen, abszolút. Csak nem tudjuk másképp. Hát aki nem magán kezdi, az előbb-utóbb képmutatóvá válik. Tehát nem... Szembesülnöm kell a saját magam törékenységével, és ha úgy tudok szembesülni, hogy elismerem a saját hibáját, mert amikor szembesülök a saját magam törékenységével, akkor rögtön már nem fogom a másikat hibáztatni.
hagyjuk abba már a meséljek történeteket, mert sok történet. Egy történetet meséljél, mert a történeteket okay. nagyon szeretjük. És amikor fiatal voltam és buzgó keresztény még, és megtértem, és akkor olvastam a szentek életét, és mindent habzsoltam magamba, és böjtöltem, és virasztottam, és Medjugorje, és ugye 60 kiló voltam vasárgyal, most 87, tehát de mindegy. És akkor egyszer csak elkezdtem magamban megítélni, akit láttam így, egy kicsit ilyen korpulensebb személyiség volt, hogy na hát ez miért nem vigyáz jobban magára. Na hát őnek is böjtölni kéne, vagy valami. És egyszer csak így megtört bennem a bölcsnek a lelkület. Az Isten elengedte azt az erőt, amit ő adott ez az egészhez, az ő szerelméből, az ő buzgóságából. És akkor hirtelen rádöbbentem, hogy hát én ugyan böjtöltem, de az se egészen tőlem volt, és ugye amit máshol megítélek, abban én is vétkes vagyok. És amikor az Isten levette rólam ezt az erőt, abban a pillanatban én is elkezdtem enni, feljött rám ez a 20 akárhány kiló, és hát persze most is próbálom én megtartani, de szóval nem, nagyon vigyázni kell, mert ha elkezdem a másikat szurkálni és piszkálni, én magam vagyok abban a bűnös. Igen. Gyula, nagyon szépen köszönöm, és akkor remélem, hogy ez a könyv, aki megkeres téged, az megkaphatja, és akkor hát, ha segít abban, hogy köszönöm. Elinduljunk, és a 21. század valóban Isten évszázad. Köszönöm szépen, van egy honlapunk, bocsánat, az a szeretetföldje.hu, azon keresztül lehet kérni, szívesen elküldjük postán mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy itt lettem. Nagyon szépen köszönöm én is, hogy itt voltál.